A feljutást már korábban kiharcolta a Spari, de a tavaly az NBA-ből száműzött csapat nem akarta alábbadni a bajnoki címnél. A legutóbbi fordulóban a középmezőnybe tartozó Rákosmente KSK látogatott a Városi Stadionba. A hazaiak már az első félidőben szereztek 3 gólt, és ezzel el is döntötték a mérkőzést. Mivel a második helyezett Cegléd döntetlent játszott, Mátyus János együttesét már nem érheti be a tabellán. A szakember edzőként először ünnepelhetett bajnoki címet. Nagyszerűen kezdtük a mérkőzést, az első fél időben eldöntöttük a találkozót, 3-0 vezettünk. A második fél idő az picit langyosabb volt, de összességében teljesen megérdemelten nyertünk. Ha a bajnokságra tekintek vissza, ilyenkor nekem egy dolog marad vezetőedzőként, megköszönni mindenkinek a hozzáállást, a segítséget, Révész Bálintnak, Brek Jánosnak, a stábomnak, a játékosoknak, nektek, mindenkinek, szurkolóknak mindenek előtt, hiszen olyan példátlan összefogás volt mögöttünk, hogy a végeredmény csak ez lehetett. A mérkőzésen mindhárom gólt a jövőre és a Spariban játszó támadó Rezes László szerezte. Örültem neki, hogy végre sikerült gólokat lőnöm, ugyanis már fordulók óta nem sikerült betalálnom a kapuba. Hál' Istennek most sikerült 3-szor is, és ezzel sikerült nyernünk. A Nyíregyháza Spartakusz a következő fordulóban Kazincz Balcikára látogat. A klub vezetői közben megkezdték a tárgyalásokat a játékosokkal. Az már eldőlt, hogy Rubus Tamás és Szokol Zsolt a Spariban folytatja a pályafutását.